Megjöttek az április 13-ai Epic ingyenes játékok is. A Mortal-val fogunk kezdeni. A Second Extinction-nel fogjuk folytatni. Jövő héten pedig a Beyond Blue, illetve a Never Alone lesz. A Never Alone-t azt már amúgy adták még 2021 novemberében, úgyhogy én azt már kipróbáltam. Abba jövő héten nem fogunk belenézni, viszont a Beyond Blue-ba igen. A Mortal egy ilyen nagyon realisztikus, nagyon hardcore, inkább úgy mondom, ilyen középkori játék. Lehet csatározni mindenféle középkori fegyverrel, akár közel, akár távolsági harcban. Ez egy 2019-es game, és hát olyasmi, hogyha esetleg nem hallottatok volna erről a játékról, ez olyasmi, mint a Chivalry, amivel nyomtuk hard móddal, és roppant élveztük. Ebben a játékban van hát ilyen elég durva dolgok. FPS, illetve TPS mód is, na ugye ez egy 30 eurós játék, úgyhogy most érdemes behúzni. Ilyen 64 fős pályák vannak, főleg. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez miben lesz másabb élmény, mint a Chivalry. Az biztos, hogy lesznek vicces megmozdulások, annó a Chivalry is hasonlókat eredményezett. Ilyen kaszabolós, mint a, hát hasonlít a stílusra a Hood, Outlaw and Legendre, illetve a Forerunnerre is egyébként. De ezek, ez és a Chivalry inkább a hardcore-abb játékok közé tartoznak. Azt amúgy elfelejtettem nektek mondani, hogy mielőtt még itt a Mortal-t elindítanám, hogy a másik játék a Second Extinction, ez pedig egy ilyen kóp, a haverokkal dinókat ölünk játszi. Állítólag a fejlesztők már nem is nagyon foglalkoznak vele, holott idénre tervezték amúgy a megjelenését a játéknak, jelenleg Early Access-be érhető el. Dinók, küldetések, kampányok, kampányon belül küldetések, és őket kell ölni. Természetesen van hozzá sztori is, de ez egy indie dino lövölde. Se több, se kevesebb, Steamen leginkább, ahogy láttam, lehúzzák ezt a játékot. De szerintem haverokkal, hogyha szerettek így lövöldözni, és a dino stílus már távol tőletek, akkor biztos élvezni fogjátok. A Beyond the Blue, ami jövő héten lesz, az pedig... tessék, az meg be se tölt. Kifagyott a store, nem bírtam. Hát az a helyzet, hogy a Second Extinction-ös fejlesztők csinálták a Generation Zero-t, amiben 2010, ami egy 2019-es játék, abból is volt hard mode stream. Ott meg mechanikus ellenfelek ellen játszottunk, az se volt egyébként valami nagy durranás. Nehéz indie shooter játékokat csinálni amúgy, ez szerintem a Second Extinction-en is érződött, és inkább a Ravenbound fejlesztésén ügyködtek, ahogy én észrevettem, ez a három játékuk van. Generation Zero, Second Extinction és a Ravenbound. Talán a Ravenbound lesz az ő stílusuk, de arra még nem pillantottam rá, ezt most adták amúgy ki március végén, idén március végén. Az egy ilyen skandináv beütésű FPS roguelite, vagy az biztos, hogy ilyen roguelite game. Szóval itt van ez a Beyond Blue, egy ilyen kalandjáték. Óceános, úszkálós kalandjáték. Nem tudom elképzelni, hogy ez a játék majd megfog engem. De az óceánba fogunk úszkálni, és szkennelgetni fogunk halakat.
Ez az egyik. Na, a másik pedig egy ilyen rókás játék. Ilyen platformer game. Amúgy, ha valami jó ebben a játékban, az, hogy autentikus. Tehát, hogy nagyon autentikus. Tehát azzal, hogy így, ha megnézitek, hogy milyen történetek vannak amúgy a játékon belül, elmesélve az ott lakó alaszkaiak által, attól igazán király szerintem ez a játék. Nem csak attól, hogy milyen kaladon mentek keresztül a kisrókával, hanem attól, hogy az alaszkaiak így elmesélik a történetet. Az ő kis világuk bele van víve ebbe a játékba. Úgyhogy, hát a Never Alone-t azt amúgy tudom ajánlani. Na nézzük, Mordhau. Oly, ez most így micsoda? Mi van? Ezt annyira most nem értem. Oké. Most elvileg fut a Mordhau. Ne haragudjatok egy pillanat. Uni is találni kellett ilyen Unreal Engine-es cuccot, és most már amúgy jó a játék. Nem tudom, ezzel nem volt problémám. Gyorsan benézünk a beállításokba, hogy azokat megtartotta-e. Igen, full screen, ne korlátozz nekem itt az FPS-t. Igen, ha minden igaz, akkor majdnem minden ultrán maradt. Igen, még a bloom-ot kell, nem, a motion blur-t kell lehúznunk. És akkor elvileg így meg is vagyunk. Így van. Így van, így meg leszünk. Szuper. Armory player menü. Quit game. Jó. Mercenary. Oké. Na. Fight. Nagyon jó, lehet menni tréninget, azt kell nekünk. Combat tutorial. A combat tutorial. Nagyjából 15 percet vesz igénybe. Jó. Most megtanulunk kardozni. Hűha. Ez a betöltés egy kicsit fura volt. Szevasztok, szevasztok, srácok. Jó, kicsit akadozott, de most már jó. Azt mondja, nyomjon meg a P-t. És akkor ezzel jövünk TPS módba. Alright, that's quite enough sightseeing for now. Eyes on me, you two. Jó, vissza kell menni FPS módban. But don't be alarmed. We're perfectly safe at the moment. Well, I suppose that moment is past. Most már... Where's your sword, recruit? Egyesre veszük elő a kardot. Longswordunk van. Hit that dummy three times. Nice. Ott jelzi alul a staminánkat, meg a HP-t is. Perform a new attack before you are finished with your current attack. Show me a combo hit on that dummy. Egy, két, missing will drain it. Tehát kettő tudunk, az már combo. Now I will teach you how to defend yourself against attacks. No. First, show me you can hold a sword in front of you. Parry. And you didn't even hit yourself with it. Well done, recruit. Now parry three of my attacks to show me that you're not completely worthless. Again. One more. Good. Nagyon jó.
If you quickly time your attacks after a parry, you will perform. Ha jól parryzünk, akkor mehet a riposzt. A quick follow-up attack will catch your opponents by surprise. Timing is crucial. You must perform the attack slightly before or exactly at the time of the block. Parry my attack and perform a riposte. Ez most mi volt? Excellent riposte. There's one more thing about parrying. It only lasts a short while. Egyszer. The way you turn your hips can make your weapon hit sooner or later. Bejesztés volt, hogy átolta a torkán a kardot. Try to block three of my strikes as I turn in and out of them. Ez mi volt? Good. One more. Aha, tehát már értem a riposztot. Very good. Egyszerre kell nyomni a két gombot. Otherwise you might end up losing your weapon. Here, I'll show you. Parry my next attack. Ez mi volt? Like stealing candy from a baby. I'm not your butler. Go and get your weapon back. Now let's see if you can do more than just mindlessly play with that weapon. We will start with a simple horizontal strike. Chop that stick up with three horizontal slashes. Mi? Good. Wow. És visszanül a fa. One more. Oh. Nicely done. Mozgatni kell a kamerát. Form an overhead attack next. Chop that ugly pumpkin in half with a downwards attack. Na. Good job. Értem. Tehát mozgatni kell vele a kamerát. És úgy leszünk még pontosabbak. Na ne. Nice farming recruit. Lehet szurkálni. És mindjárt kezdődik a fruit ninja, igen. Increases damage against armored foes. Go on and change into the Mordau grip. Az a gond ezzel a görgővel. Nekem be kell állítani, hogy lefele is ugyanezt csinálja. Izgalmamba össze-vissza fogok görgetni. Na, mouse wheel. Aha. Stab, secondary, gamepad. Tessék. Nagyon jó. Na, Mordhau mód. Na. Excellent. We don't need that dummy anymore. Kick it over. Rest in peace, Robert. Rest in peace, Robert. Mix up your offense and get pesky ruffians out of the way. Defend yourself against kicks by performing a kick yourself. Block two of my kicks by kicking right before I hit you. Me? Good block. Another. Clashed. Alright, alright. You've got the hang of it. Sometimes bele tudunk rúgni mások kikjében. This can trick your opponents into parrying early. You can only cancel an attack before it's fully committed. So don't wait too long. Get around my defense three times by tricking me into parrying. And then hit me from real. Me? Aha, tehát lehet bétálni támadásokat. Éppen, hogy elkezdjük és lehet bétálni. Well played. Nice. És ugye nem tud azonnal. Oh.
Na várjál. Ez jó. Na hát, most ezeket megtanuljuk, nyilván ez nem fog ilyen jól menni. Start an attack and then start another attack shortly after. This will morph the original attack into the new one and throw off your opponent's sense of timing. Ja, most mondjál. Elkezdesz támadni és utána is még egyet. Mi? Na nézzük. Na ezt most nem vágom. Azt mondja, hogy morph, strike to stab, and we... Hogy ezt hogy kéne csinálni. Tehát üssünk egyet. És aztán egy stabet. Aha! Na várjál. Tehát elkezdhetünk egy támadást, és a végén átválthatunk másikba. Hú, basszus. Ez nagyon kemény. Tehát nagyon kicsi az idő a megszakításra is, illetve a támadás módjának váltására is. You must master type of attack to successfully chamber. I will perform a left horizontal slash. Elmondják nekünk, hogy lehet ilyeneket csinálni, de mondom, tehát hogy így ott leszünk élesbe, csapkodjuk az enemit, hát... Hoppá. Hoppá, ez nagyon jó volt. Right smash. Ez hogy kell? Azt mondja, hogy perform a right slash just before the weapon reaches. Jó. Aha. Clashed. Nem vágom. Szerintetek itt ezt hogy kell csinálni? Meg kell nézni az interneten, igaz? Amikor beér az ütése, akkor támadj ugyanabba az irányba. De nem csinál semmit. Csak ne védjek. Aha. Ja, tehát ugyanaz, mint a Perry, csak támadni kell. És ez miért jó? Köszi egyébként.
You're getting good at this. Now apply all that you have learned and land 5 strikes on me. But this time, I won't hold back. Oh. De kemény. Tessék. Kevés szituációban hasznos, de megmutatja, hogy ilyen is van. Ja, értem. Na, még egyszer. Tetszik ez a morfolás, ez a támadás morfolás. Pick up the bow. Okay. That's the first pickup line that worked for me in a long time. Ooh. All right, now hit the closest target 3 times. Na, hát ez... Azt mondom, hogy ez jobban tetszik. Így láthatatlanba. Ja, a legközelebbit kell eltalálni. Azt mondta, hogy bow, ez igen. Azt mondta, hogy nem vagyok vak, legalább. Hit that medium range target 3 times. Outer circle. Az gond. Inner circle. Inner circle. You're probably just lucky. Want to prove me wrong? 3 hits on the far target. No. El se találtuk. Inner circle. Far outer circle. Az gond. Inner circle. Jól van. Okay, okay, I admit, you're a natural. However, what separates a true marksman from a talented amateur is the Hans test. Na, nyomjuk a Hans tesztet. Mehet a Hans test. Hans! Hans kell lőni. Szegény Hans. Splendid shot. És ott volt a Wilhelm sikaj. Follow me. I have a surprise for you. Édes Istenem. Hopefully you're not afraid of horses. Nem félünk a lovaktól. The lance is useless on foot, but it is devastating on horseback. Now hop onto the horse. Again. Hans was kind enough to replace the horse. Na, erre kíváncsi leszek. Hit each of those targets with a couch lance charge. Hoppa. Nyomott paripa. Hoppa, beakadt, azt hiszem. Paripa. Nézd meg. Újjúj, átláttam a paripa testén, ezt gondolom annyira nem jó. Na, tehát még hamarabb kell nyomnunk. Lehet ugratni is a lóval, csak mondom. Follow me. Nem lehet drifteni bele, sajnos Isten.
Pillanat közben. Jó. Big one doors in your way. No problem. Honnan beszél? Honnan beszél? Ja, ott van. Jó. Take down those doors. Tetszik egyébként, hogy mutatja, hogy honnan fog támadni. What's the matter with you two? Does this look like the place to apply for the Lumberjacks Guild? De honnan beszél? That's my hard work chopping down. Take that ammo and build it all back up to how it was. Vissza kell építenünk, srácok. És ezt mi? Csapkodom? The other one too. Nincs még kész. About time. The shit I have to deal a fáz zsebből jön. Köszi szépen GP, adressz a támogatásodat. Köszi szépen, hogy a Prime-adat te is rám használtad el. Most már kezd gyanús lenni a dolog. A new subscriber arrives. Megjavult. It fills you with determination. Köszi szépen a támogatásodat. Regenek, srácok, az fegek. Those yellow flags look suspicious. Take out that closest yellow flag with a well-aimed shot. Jó, és honnan tud... Na, de várjál, tehát, hogy ezt most így hogy? Találjam el a yellow flaget, és hogy célzunk? Aha. Jó. Beautiful. Remember, you can always push the catapult a little closer. Once you're in position, take out the middle one. Figyelj, közelebb gurulak. Az a biztos. What a spectacle. Okay. Far out there. Can you hit it? Okay. Az amúgy majdnem eltalálta. Kicsit balra. Ez ugyanoda ment. De nem baj, kicsit közelebb megyünk. Még. Jó. Great. Oh no. You took down the enemy siege tower. We were supposed to be in a ceasefire. Achievement. They are going to retaliate. Get back into the camp, soldier, and report for duty. Ez a katapultálás nem tetszik. Ez nem jött be. Na. Végre a tettek mezejére léphetünk, mert a quick play, természetesen. Azt mondja, hogy invasion frontline, horde, van PvM mód, meg brawl. Deathmatch, team deathmatch, skirmish, sword game. Jó, hát. Mert az invázió, természetesen 64 fős. Köszi szépen amúgy a pergetéseket. Természetesen a 64 főst fogjuk nyomni, hát értek, az való nekünk. Szerintetek lehaltak a szerverek? Azt tudom, hogy a Second Extinction-nél hát nem lehet belépni az accounttal,
mert hogy nem működik. Itt lehet, hogy lealtak a szerverek. Kettő online játékot kaptunk az Epic-től, tehát... Számítsatok arra, hogy nem biztos, hogy ma este tudtok ezekkel játszani. Majd pár nap múlva. Sőt, lehet, hogy már holnap is tudtam. Legalább valami adatokat kiírhatná ez a játék. Hogy így. Várakozás, még kettő játék. Tessék. Eddig waiting for server volt. Aha, igen, most már... Az előbb kiírt, hogy player, és most meg már server. Hát igazából várakozunk egy kicsit. Az, hogyha nem megy, akkor átváltunk 48 fősre. Ha az sem megy, akkor megnézzük a brawlt. Ha az sem megy, akkor pedig nyomunk ilyen horda módot. Vagy brózolunk a szerverek között. Tessék. Ott van egy 200 fős szerver. Üdv mindenkinek közben, srácok. Bocsánat. Jó, nem várunk itt többet. Akkor menjen a 48 fő. Sőt, igazából most látom, be lehet pipálni mindent. Tessék. Most, hogy nincs szerver, mehetünk sakkozni egy jót. Ú, az de jó is volt. Ha így se talál semmit, akkor megyünk a szerverekre. Hát a sztárgy jó. Kell majd. Kell majd nyomjuk. Jó, amúgy ezt el kell engedni, tehát, hogy így. Hát nem. Az Epic alszeg életet lehet a játékba, de olyan életet, hogy azt a szerve, tehát a matchmaking azt nem bírja. Azt mondom nektek, ez most ez a horda mód, ez a PvE, aha. Invázió, frontline. Na, nézzük meg ezt. Az ott mit jelent? Nem tudom, így ne haragudjatok, nem tudom ez mit jelent. Ja, hogy official server. Aha. Na most joinolunk. Hány napja növeszted a szakállad? Zárójel nem rosszból. Hát figyelj. Nem tudom, nézd meg. Én nem tudom. Ne haragudjatok. Ilyen videókártyákat szoktad nézni, amik jönnek, hogy teljesítenek, vagy nem érdekel. Néha rájuk nézek. Na, official server kell nekünk, invázió. Na, ezen 23 fő van a 48-ból, ott csak van hely. De azt írja, de hogy, tehát hogy ez mekkora kamuál? Azt mondja, a server is full 23/48, halló. Tessék. Most jöttek itt ezt a 40-70-ről. De az már volt, nem? Vagy az... De most így mi? Jaj, édes Istenem. Hát hogy kell így bejoinolni? Mondjuk ott egy official, de azon nem sok hely van. Jó, tessék. Jó, csak TI volt, hamarabb jött ki a 4070 TI, mint a 4070. Hoppá! Na, ez egy fejtoraia invázió. Na! De menő! Na jó, mert ijászkodás. Huntsman. Oda néz. Engineer.
Hoppácska, unnamed 48, az mit jelent? A zsoldosaim? Hát egyedi zsoldosom is lehet. Én öltözthetetem fel. Light, úristen, úristen, hát... Hát konkrétan ilyen is lehet. Na jó. Biztos, hogy nem úgy akarunk leszponon, ezt majd meg kell nézzük. Na, mik legyünk először? Hát természetesen lovagok. Let's go. Hova akarok spawnolni? Hát oda. Na. Gyertek, nubok! Az ott egy ellenfélnek tűnik. Kaptam, de kapott ő is damot. Csak mondom. Ja, hogy már felmentek, akkor mindegy. Team damage! Team kill! Nagyon jó, nagyon jó. Micsoda ijászunk volt. Ezt tippi kell amúgy? Jézusom, normális vagy? Nem tudom, mi történt. Ballisztával leszedtek, azt írja. Nekünk kell védekeznünk, tehát az, amit ott tolnak, az annyira nem jó. Oké. Édes Istenem! Azt szerintem nem jó. Micsoda ugorva a támadás! Normális, hogy... Az most egy jelenség? Az egy jelenség van. Shit. Stop the siege tower. Na megint itt van ez a kis kalak. Pontokat, de azt írja, hogy team damage. Basszus, megölt valaki. Valószínűleg nem, azért nem szerep... Ez most micsoda? Ja, ha. A Fall Guy kapta. Ja, csak a 40-70-ben ott van a DLSS. Hát ez már
Felejtős. Kövés a HP-n. Ja, megölt egy társam? Nem bocsájtunk meg neki. De normális vagy haver? Ez egy szövetséges. Team kill? Wow! De most ő velünk van, miért kaszabol minket? Valószínűleg én is ilyen voltam. Hogy le lett nyilazva. Én ebbe az IAS-ba látom amúgy a potenciát. Csumi! Azt kérdezik, miért van ilyen sok új játékos? Én emlékszek rosszul, vagy az idővel tényleg jobb volt a játék grafikája? Ez egy nagyon jó kérdés. Pillanat. Mi a különbség között, meg a Shibari között? Ez egy nagyon jó kérdés. Az a helyzet, új játékosként nehéz megkülönböztetni, hogy akkor most ki barát és ki ez a ki ellenség. Mi just kiment. Kiütöttem a kezéből a fegyvert, azt láttátok? És leütött a társam. Ah!
Csavari, nem még ilyen casual-ebb. Peri meg védekező rendszerek barátiabbak. Aha. Ott kiment egy kis damage. Na várjatok. Hát a vadászember. Na hát eddig az IS-szal megöltük a társunkat. Ennyit tudtunk elérni. Meg kell védeni a nemeseket most, az a feladatunk. Jól kapta. Ha? Assist? Ez jó. Ez az ijászkodás, ez jelentem jó. Jó lenne eltalálni őket. Egy halt. Jó, még egy halt. És hogy lehet újra tölteni? Szóra nyilvesszünk, srácok. Elveszed, amit ellőttél? Jó. Jó, hát akkor előre megyünk, és akkor... Jó. Van bandage-ünk is egyébként. Na tessék, most már előrébb léptünk pontokba. Úgyhogy haladás történt. Foson a foson, köszi szépen. Egy ott halt. Yeah!
Az egy team damage volt. Ez egy ellenfélnek tűnik. Ó, látom, vannak jelölések, ahol van ammo. Ha jobb klikkel lehet cancelozni. Hogy úgy srácok, peregjenek a szövegek, hosanak. Ő mit csinál itt? Wow, láttátok, hogy csúszott a pajzson? Basszus. Na, ez az íjászkodás, ez tetszik. Az a gond, hogy már nem sok élete van az utolsó nemesünknek. Itt van a nemesünk. Tetszik ez a tüzelgyújtó. Azt írják, nem tudom mit csinálok, de a izé, lánzsa sokkal jobb. Meg fogja jönni, megölték. Basszus. Ez jó volt nagyon. Ez mi lehetett szerintetek? Ez az invázió? Ez a valószínűleg amúgy az invázió volt. Na itt vagyok egy pillanat, srácok.
Na itt vagyok. Mehet újra az ijászkodás, aztán megnézzük, hogy milyen karakterek vannak, mit szóltok. Azt mondja, hogy pirosak vagyunk, és ha minden jól megy, akkor tudunk a völgybe spónolni. Így van. Ezek a kis törpek, ezek nagyon viccesek. Hopp, az ellenfél, piros a célkereszt. És mondja, hogy ha-ha-ha. Hogy tauntol. De miért rám jön? Az is el... Ja, mi vagyunk a pirosak. Nagyon durván nyomja itt. Nyomja, hogy ha-ha-ha. Jó, kapta. Ez itt mi lehet? Ja, ő egy ellenfél, ha. Jó, ott haltak páran. Egy vendam. Az ott ellenfél? Oha, az ellenfél. Az probléma. Az team damage volt. Az viszont már ellenfél. Most mit tettem? A társam lenyilazott. Az történt. Ott van, Jánter harmadik. Az ellenfélnek tűnik. Nagyon üvölt, meghalt, elvérzett konkrétan. Jó, jöhet. Mit csinálsz itt? Kapta. Azt nem tudom, hogy nem találta. Azt mondja, a srác valakit megölt kavicsal. Ez team damage, nem? Semmi gond. Na, ez legalább normális damage. 25-ös team damage. Team damage, jó. Látom, elfoglalták a völgyet. Na ez az zíjászokat szedjük csak le. Nagyon jó.
Jaj, ez egy jelenség. 9 killünk van, 4 halál, 2 assist. És objektívában nagyon rosszak vagyunk, ahogy látom. Hogy levétel a shieldjével. Jézus. Hogy jött ide? El kéne tanálnunk, igaz? Eddig nem jó. Egy társam le ijászkodott. Azt mondja, menj vissza és harcolj, te gyáva. De hát akkor miért lehet felvenni a létrán? Nem tudom, ennek így nem sok értelmét látom. Fel lehet menni a létrán, de meghalsz, hogyha felmész. Mizo Blade? Mi ez a skater? Jó. Neki nem sok HP-ja van. Jó, hát is a KS, rögtön. Na, királyság. Megjött a videókártyád? Francba, pedig azt hittem fel tudunk mászni. De megint, na várjunk, ez nem társ, mert hogy a kékek azok nem társak, jól van, akkor folyamatosan ellenségek ijászkodtak le, nyugalom. Na hát rögtön ment a KS, 14 kill, csak mondom. Tehát megjött, de még nincs betéve. Na, hogy Blade. Ez nagy probléma. Hello? Ja, hogy az társ. Azt hogy, Jézusom! Justice from the grave. Menjen egy kis bőködés, srácok. Mit mondtam? Hogy leütöttük a lóról? Ja, ez is társ volt. Ezek a deszkázó, shielden deszkázó arcok, ezek nagyon kemények. Hát ő az ellenségem. Oké. Fenem történik itt, kérem szokom.
Szép. Oj, dobtak egy ilyen medic baget. A stárs. Jó. Pin damage. Én úgy látom, hogy nem állunk jól. Hello. Hogy spamelik a nevetést? Hát ezeket az ijászokat leszurkálni kielégítő. Szevasz, James Kahn. Hoppá. A stárs? Stárs, jó. Legközelebb ne fusson így be. Szét tudjuk szenni szerintetek? Mit tudom én? Valaki nagyon, nagyon esett. Öt. Tíz. Ujj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 
Oké. Mi szokta szerelni még nemet? Ó, értem. I see, Blade. Ajaj, nagyon sokat estünk vissza. B, azt mondja, hogy Raider. Az igen, milyen buzogány. Na, nézzük meg ezt a Protektort. Tessék, még a völgyet is visszafoglaltuk, igaz, hogy... Let's go! Na, mit nézzük meg? Engineer, aha. Az Engineer-t úgy csapdát lerakni. Visszamegyünk íjászkodni. Hát a kékeket kell támadni. Pontos info. Valamelyik itt ellenség? Haló? Itt egyik se ellenség. Az ott viszont az. Ott hozzá sziklát. For the glory.
Az van láb. Oly, halt. Ez egy mínusz 27-es team damage. Kapott egy 100-as, már csak lőszer kéne. Ilyet még sose csináltunk. Jó. Ojajajajajaj. Na, egy kis team damage. Annak ott milyen sapkája van? Ja, az ijászkodást azt szeretem. Milyen jó gírja van annak ott. Assist, meg team damage. Az helyzet valószínűleg így is. Kapunk. Ujjjjjjj, az egy. Ez egy gonosz ellenfél volt. Jajjjjj. Hello. Hello. Jó. Ez probléma. Szerintem ő nem fogja megvárni, hogy bekötözze magam. Ennek itt mindjárt vége. Sajnos. Azért ez nagyon jó, nagyon jól ment. Enemybe valakinek 110 kill-je volt. Na jó, kilépünk innen. Azt mondja, hogy nem tudom, hogy hogy kell. Hogy lehet kilépni? Scoreboard, Y, score... Na, nincs itt kilépés amúgy. Leaf party, fight. Ja, return, csak takarja. Ne, hát nem tudom. Server is changing ma. Jó, és hogy lehet kilépni? Ja, jó. Jó. Tehát a quit game az a, az, amivel vissza lehet menni. Na nézzük, armory. Custom, unnamed. Ha. Ezeket lehet törölni, lehet újat létrehozni, ez a neve, hogy E-Hunter. Nagyon jó. És akkor tudunk venni neki gear-t, tehát plate armor. Itt van egy csomó armor. Különféle színekbe. Elég menő amúgy. Ja, valakinek ilyen sapkája volt, ilyen Great Helm. Na, és akkor így lehet forgatni a karaktert. Milyen jó elnéz már ki. Aztán. 80 ezerért ilyet is lehet venni, onnan lehet tudni, hogy valaki tapasztalt. Jó, van, jó, bocsánat, van itt másfél millió is. Van itt DLC-s set is amúgy. Szultán sapka. De ez amúgy csak annyi, hogy így kinézett.
Gondolom én. Na, ezt tetszik? Ez a back hat. Így. Valakinek meg volt a bohóz sipke is, amúgy láttam. Aztán. Wow. Kézre is külön lehet kiválasztani, hogy mit akarsz felvenni. A szoknyát is lehet választani. Tök jó. Azt mondja, hogy metal roughness, team color. Ha meg tudjuk nézni, hogy kékbe hogy nézünk ki. Na hát valami ilyen tunikába kellett volna nyomni. Lehet emblémánk is. Ja, és akkor ez alapján dől el, hogy milyen nehéz cuccokat gondolom tudunk felvenni, vagy... Aha. Aha. Ez is 9, ha az úgy 30. Na nézzük csak. Komolyan nincs alapból semmi a kezérem. Ez elég fura, nem? Chainmail, mert a chainmail. Az olcsó, megveszünk. Na tessék, most már van chainmailünk. Ez mehet hozzá. Ott van chainmail arms. Tehát, ja, mert hogy nem vagyok 6-os szintű. Hát level 1-esen. Level 1-esen. Bracert lehetne venni. Aha, vagy ezt a plate arms-t. Aha. Veszünk egy ilyet 500-el. Várast is csak lehet venni valamit. 15-ös szinten, aha. Tehát ez csak kinézett, de durva, hogy... de jól néz ki. Na. Ó, és még lehet sapkát is felvenni. Helmet, strap. Hát nagyszerű. Nagyon jó. És akkor, hogy milyen legyen a metal. És akkor, ahogy látom, egy csomón ebbe a feketébe voltak. De hát az 70-es szinten elérhető. Vagy ebben. Ez vagy a Chivalry 2 a jobb? Nem tudom. Nekem mindkettő tetszett. Így, hadd csillogjon. Királyság. Furam úgy, hogy például a menüben nincs semmi. Ja hát, és akkor még kardot is lehet beállítani. Lehet például lant. Lehet például lantunk. Med, tehát, hogy te szabod testre, hogy mi legyen nálad. Aha. Aha, ott van. Lehetett volna crossbow-val is nyomni. Reload speedje az nagyon rossz, de a range elég jó. Firebomb, ott van például a Firebomb is.
Működik a Steam? Nem tudom. Működik, srácok, nektek a Steam? Ott van a kavics is. Hát egy lantot csak kéne vennünk, tessék. Na, tetszök be? Jó. Ott van, azt nézitek, hogy nyomja. Tehát ugye lant van alapból a kezedbe, és ezt tudod úgy átállítani, hogy alternatív módba, a Mordau módba, gondolom tudsz vele csapkodni. Hát ez nagyon jó. Édes Istenem. Ott a toolbox is. Jól van. A PVR részt sajnálom, hogy nem néztük meg. De amúgy szerintem így láthattátok, hogy milyen az invázió, láthattátok, hogy milyen amúgy a frontline is, a brawlt azt nem néztük meg, amikor mindenki mindenki ellen nyomul, vagy a team deathmatch-et, vagy a sword game-et például, hogy milyen. Örülök, hogy azért a meccset találtunk. Lehet még itt bannert is állítani, itt van, hogy range-ként 6-szor találtunk fejet, 63-szor torzót, 11-szer lábat, összesen 80-szor találtuk el ellenfeleinket, 27 assist, 45 kill. Jó. Okés. Érződik, hogy indi. Érződik, hogy indi a játék. De szerintem céljának megfelel. Aki szereti ezeket a kaszavulós gémeket, annak biztos, hogy adni fogja. Azt nézem amúgy, hogy ott a srácoknak ilyen duel rankjuk volt, tehát hogy ők nyomták a rendezéseket, meg ilyenek. Akik a zenemibe voltak így elsők, meg valószínűleg nálunk is. Jó volt egy játéknak. Jó volt egy. Remélem, hogy tetszett nektek is, srácok. Sikerült eldöntenetek, hogy be akarjátok-e gyűjteni, akartok-e vele játszani, vagy hogy egyáltalán érdekel-e titeket ez a játszik.